Megújult a Sipkai, több mint 240 millió forintból végezték el az intézmény energetikai felújítását. Közlekedjünk óvatosan, az esős, csúszós időben sok a koccanásos baleset és nő a gyalogos gázolások száma is. Új értékek, a szabolcsi földvár mellett az ugyancsak a településen található református templom és a Mudrány kúria is bekerült a megyei értéktárba. Befejeződött a Sipkai Barna kereskedelmi szakiskola energetikai felújítása. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az oktatási intézmény egy Európai Uniós pályázat eredményeként korszerűsödött számos más nyíregyházi intézménnyel együtt. Az energetikai fejlesztés során nyírászáró csere történt, és a radiátorokat is lecserélték. A több mint 240 millió forintos beruházás homlokzati és vízszigetelést, valamint projekt arányos akadálymentesítést is tartalmazott. A Nyíregyháza önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. A több mint 1 milliárd forintos pályázat célja a fűtési rendszerek és a külső határoló szerkezetek korszerűsítése. Ennek keretében 7 épület újult meg. Ez egy hosszas előkészítés eredménye, ugye ebben van a 4 iskola, az iskolákat egyeztettük a szakképzési centrummal, a tankerülettel, az önkormányzat az 1 milliárdon felül plusz 50 millió saját erőt is biztosított ehhez. A másik 3, ugye a polgármester volt a B épület, hát az nap mint nap láthattuk, hogy az már évtizedek óta a felújításra szorult. Tehát az nagyon adta magát, a mustárház szintén, az idősek otthona is, és nagyon örülök, hogy be tudtuk fejezni az ezévi programunkat. A projekt zárásaként idén szeptember 30-án befejeződött a Sipkai felújítása is, amelynek munkálatait június 1-én kezdték. A kivitelezéshez költsége közel 245 millió forint volt. Ez a beruházás egy komplex energetikai felújítás volt az épületre, ami jelentette az épület teljes külső hőszigetelését, egy színezés természetesen hozzá, az összes nyílászárónak a cseréjét, megtörtént a radiátorok cseréje, illetve a radiátorokat hőszabályozó szeleppel látták el, valamint ehhez járult még a tetőhő, illetve vízszigetelése. Ezzel kapcsolatosan kaptunk egy teljesen új komplett villámvédelmet, illetve ehhez kapcsolódóan még a beruházás része volt egy mozgáskorlátozott mosdó kialakítása, illetve az épület akadálymentes bejárata is elkészült a beruházás során. A projekt eredményeként évente közel 570 tonnával csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása. A város jövője szempontjából is fontos, hogy a terület és településfejlesztési operatív program által biztosított forrásból sikerült felújítani ezeket a közintézményeket. Az esős csúszós időben sok a koccanásos baleset megyeszerte. Ennek legfőbb oka, hogy az autósok, bár tisztában vannak a közlekedési szabályokkal, nem az időjárási viszonyoknak megfelelően választják meg a sebességet és a követési távolságot. A figyelmetlenségből adódó gyalogos gázolások száma is magas ebben az időszakban. Az esős időszak nem könnyíti meg az autósok életét. Az autós iskolákban csak elméletben tanítják, pedig érdemes lenne gyakorlatban is felkészülni a zuhogó esőben történő vezetésre. Ilyenkor a fékút a száraz úthoz képest a kétszeresére nő, a látási viszonyok csökkennek, ezért a tökéletes reflex is kevés, ha sem az autó, sem a vezető nincs felkészítve az ítéletidőre. Leggyakrabban a követési távolság be nem tartása miatt koccanások, nem figyelnek oda, nem az útlátási időjárási viszonylag megfelelően választják meg sebességeiket, esetlegesen nem vesznek észre közlekedési táblát, mondjuk egy elsőbségadás, egy stop táblát, ebből szokott lenni a legtöbb probléma. Fontos rendszeresen ellenőrizni az abroncsokban a levegőnyomást és a profilmélységét. Ha ezek rendben vannak, tehát a gumik bordázata mélyebb, mint 1,6 cm, már sokat javítottunk a balesetek elkerülésének esélyein, hiszen a vízelvezető bordák ki tudják szorítani maguk alól a vizet. Tisztában kell lenni a járművük sajátosságaival, tehát a tömegével, illetve méretével. Be kell tartani a sebességhatárokat, azon kívül, tehát amikor az út és látási viszonyok megváltoznak, még óvatosabban kell közlekedniük.
Esőben sokszor találkozhatunk a vízenfutás jelenségével, vagyis az akvapleninggel. Ez akkor jelentkezik, amikor az utat borító vízfilm miatt hirtelen megszűnik a kapcsolat a gumik és az aszfalt között. Erre nagyon nehéz felkészülni, ilyenkor egyetlen apró kormánymozdulat is elég lehet ahhoz, hogy nekivágódjunk a mellettünk haladónak. Ilyenkor nem szabad a fékre lépni és eltekerni a kormányt, mert amikor ismét talajt érnek a gumik, hirtelen váratlanul válthat irányt az autó. Ilyenkor a legjobb megoldás óvatosan visszavenni a gázból. A szabolcsi földvár mellett az ugyancsak a településen található református templom és a Mudrány kúria is bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. A tervek szerint a szabolcsi földvárhoz kapcsolódva jelentős turisztikai beruházások indulnak a községben hamarosan, illetve kezdeményezik a honfoglaláskori erődítmény történelmi emlékhelyé nyilvánítását is. Így nézett ki egykoron a 950 körül a mai Szabolcs község közvetlen közelében épített földvár. Az erődítmény Európa egyik legépebben fennmaradt földvára, ezen kívül a legnagyobb területűek közé tartozik. A földvár nem csak a magyarság egyik legkiemelkedőbb honfoglaláskori építménye, hanem egyben egy egyedülálló műemlékegyüttes része is. Néhány méterre áll a vár mellett annak a 11. századi templomnak az utóda, amelyben 1092-ben Szent László király országos zsinatot tartott. Most a földvár, az Árpád-kori monostor, valamint az ugyancsak Szabolcs községben található Mudrány kúria bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. Azt hiszem, hogy a laikus szemlélő, hogyha azt megnézi az értéklistát, vagy megnézte korábban, akkor mondanom, hogy felmerülhetett benne a kérdés, hogy olyan valóban ikonikus történelmi emlékhely, mint a szabolcsi földvár, vajon miért nincsen benne. Ennek egyszerű az oka, ugye javaslatok alapján dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság. Természetesen a saját lehetőségeink szerint azért igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy ha esetleg úgy érezzük, hogy valami hiányzik, akkor azt készítsék el. És ez a három érték, ez még hiányzott. És nagyon örülünk annak, hogy most a képviselőtestülete benyújtott, a Szabolcs község képviselőtestülete benyújtotta ezeket az értékjavaslatokat. Így az Árpád-kori monostor, ugye ami ma a református templom, aztán a szabolcsi földvár és a Mudrány kúria végre tagja lehet annak az értéklajstromnak, amelyet mi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak hívunk. Az értéktárba kerülés csak egy lépcsőfok egyelőre, mondta el a térség országgyűlési képviselője az értéktárbizottság sajtótájékoztatóján. Vinnai Győző kiemelte, jövőre nemzeti szinten is szeretnék elismertetni a település történelmi jelentőségét. Ezek a történelmi értékek, amelyek most bekerültek a megyei értéktárba, arra predesztinálnak bennünket, arra ösztönöznek bennünket, hogy tovább lépjünk, és itt Szabolcs település, amely Szabolcs megye, vármegye nevét adta, ugye, 1876-ban a nagy rendezés után, korábban is volt Szabolcs vármegye, de a területe akkor alakult ki, hogy pályázatot nyújtson be a település, amelyet a megyei önkormányzat már korábban kinyilvánította a szándékát, hogy támogat, és én magam is szeretnék ezért küzdeni, hogy Szabolcs a történelmi emlékhelyek címére pályázzon, amelyet a kulturális kormányzathoz, illetve annak egy bizottságához kell benyújtani. Úgy gondolom, hogy a jövő év ennek a pályázatnak a benyújtása jegyében fog eltelni. A településen a történelmi emlékekhez kapcsolódva jelentős turisztikai beruházások is indulnak hamarosan. Van egy földvár turisztikai projektünk, amely több száz milliós. Ez azt jelenti, hogy van egy Tomori kúria nevű épületünk a földvár lábainál. Ezt szeretnénk ebből átépíteni, amely egy fogadóteret foglalna magába, ahova az érkező vendégeket tudjuk köszönteni, illetve egy rövid filmmel ráhangolni őket a látványosságokra. Ezt követően pedig egy bemutató térbe nem csak a szabolcsi földvár, hanem az európai földvárak történetével foglalkozó tematikus kiállítást lehet megtekinteni. De a turisták kiszolgálása érdekében javítják a település megközelíthetőségét is, a meglévő utak felújításával, valamint új kerékpárutak létesítésével, továbbá több új szálláshely kialakítását is tervezik Szabolcs községben. A szeretet megtalálásának és megtanulásának történetét meséli el a gyerekeknek a Móri Zsigmond Színház legújabb darabja. A Kishableány főszerepét Schmidt Sára alakítja, a rendező pedig Sednyánszki Nóra, aki a Név Kármen című előadással nyert díjat a Vidéki Színházak Fesztiválján. A mese feldolgozását november 30-án mutatják be.
Messze kinn a tengeren kékséges kék a víz, akár a búzavirág. Bizony. Mint a hajad, meg a ruhád. És átlátszó, mint a legtisztább üveg. És mély, nagyon mély. Ezúttal Andersen klasszikus meséjét dolgozták fel a Móricz Zsigmond Színház művi stúdiójában. A főszereplő mesehőst, a kis hablányt, Schmidt Sára alakítja, aki 2017. szeptemberében kezdte meg a munkát a társulattal. Azóta számos gyerekdarabban láthatta őt a közönség. Az első a Diótörő volt, aztán Asszony-asszonynak farkasa, majd Maszmók Afrikában, itt a művészben. Nagyon szeretek itt lenni, nagyon, nagyon kedves társulat, és Sanyival már másodjára dolgozom együtt, úgyhogy őt már valamennyire ismerem, Mártival most dolgozhatok először, úgyhogy nagyon élvezem a munkát velük. A darab az eredeti Andersen mese színpadi változata, nem a sokak által jól ismert Walt Disney rajzfilm feldolgozása. Ennek érdekessége, hogy egy most először közönség elé kerülő verzióban meséli el a legkisebbeknek a szeretet megtalálásának és megtanulásának történetét. Kisebb lányjal az történik, hogy beleszeret egy férfiba, és mindent feláldoz ezért a szerelemért. A történet végén válaszút elé van állítva, vagy feláldozza a szerelmét, és akkor ő tovább élhet, vagy a levegő lányai közé kerül, és ő nem hajlandó feláldozni a szerelmét, és inkább azt választja, hogy ő élhessen boldogan, és majd talán egyszer valahol találkozhatnak még. Mit tegyen az a kicsi sellőlány, aki valahogy más, mint a többiek? Aki két világ határán él, és bár halhatatlan, mégsem elégíti ki a vizek varázslatos birodalma. Egyre az emberek véges, de igazi élményeket hordozó élete után vágyódik. Schmidt Sára, Horváth Sebestyén Sándor és Szabó Márta előadásában kiderül november 30-án 17 órától a Művész Stúdióban. Tóth Zolka, a Móricz Zsigmond Színház művésze volt a vendége a Bencs Villa Több szem közt című estjének. A színész mesélt legkedvesebb szerepeiről, a készülő Oscar című vígjátékról és régi színházi sztorikat is megosztott a közönséggel. Ármosz Árta Chicagóban, Max a Balekban, Domingo a Don Carlosban, Megdáv a Macbeth című előadásban. Szívesen emlékszik vissza a színház olyan nagy sikereire, mint a Csárdás királynő vagy az Őrült nők ketrece, de egy 11 éves kislány édesapjaként a gyerekelőadások is nagyon közel állnak a szívéhez. Ez csak néhány a művész legutóbbi szerepeiből. Pályája 25 évvel ezelőtt indult, erre is visszagondolt a Bencs Villában. 13 évesen keresztapja javaslatára lépett először színpadra. Nagyon korán, 13-14 éves koromban drága keresztapám, Isten nyugosztalja, elcsábított a Bessenyei színkör egyik előadására, hogy nézzem már meg, és hát aztán kérdezte, hogy tetszett az előadás, mondtam, hogy nekem tetszett, és akkor mondta, hogy nem akarsz te ide járni, és akkor ilyen kisebb szerepeket elvállalni. És mondtam, hogy hát meg lehet próbálni, és akkor hát tulajdonképpen ott ragadtam ebben az amatőr csapatban. Utána meg a színkörvezetőnk a színházban dolgozott Szántó Sanyi, és ő egyszer csak az egyik próbán kijelentette, hogy a Verebes István az első rendezése és az első bemutatója és az ő érájának tulajdonképpen az Otello, hogy abban keresnek statisztákat, és akkor mentünk, ott voltunk és ott ragadtunk páran. A Bencs estek vezetője, a vendégek beszélgető partnere Kovács Dénes újságíró, aki úgy véli, a nyíregyházi közönség hamar megszerette a helyszínt és az itteni programokat. Ezek elég változatosak, mert van ugye, mint a mai a több szemközt sorozat, ami beszélgetős est, zenés estek, önálló estek, mint mondjuk Koltai Róbertnek volt. És úgy veszem észre, hogy egyre jobban megszokja a közönség, egyre jobban tudnak róla, és szép számmal jönnek. Ugye Vékó Csár Ildikónál még a büfészékeket is be kellett vinni, annyira népszerű volt az estje. December 4-én Bálint András, Kossuth Díjas színművész, Arany János estjét láthatja majd a közönség, azt követően pedig Serjánszky Nóra könyvemutatója szerepel a műsorban. Januárban zenés és prózai programok többek között Csúlya Imre is várják majd a közönséget a Bencs Villában.
Ferenczi Tamás lett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár Bereg megyei utánpótlás mentora. A szakember feladata az, hogy először tanácsadással, majd a szakmai munka ellenőrzésével segítse a megyebeli kluboknál a fiatal játékosok képzését. Az Országos Szövetség az elmúlt években több a sportág fejlesztési segítő programot indított. Ezek többek között a létesítményhelyzet javítását, az utánpótlásbázis növelését, a szakmai munka minőségének emelését szolgálják. Ebbe a sorba illeszkedik az utánpótlás mentorprogram, amelyben országos szinten 24 szakember vesz részt. A megyében a korábban a nyíregyházi felnőtt csapatnál több évig dolgozó, valamint több korosztályos válogatottat is irányító Ferenczi Tamás látja a mentori feladatokat. A szövetség leginkább azt szeretné elérni, hogy U14, U16 és U18-as korosztályban ezek az úgynevezett utánpótlás mentorok először segítő szándékkal próbáljanak az edzőknek tanácsot adni, és a későbbiekben pedig ellenőrizni majd a szakmai munkát. Elsődleges cél az, hogy 2 éve a szövetség létrehozott egy technikai, taktikai, fizikai képességfejlesztő honlapot, ahol a képzési szisztémát, a technikát, a taktikai repertoárt föltöltöttük. Ebben jó magam, Zsoldos András, illetve Horváth Imre kollégám a taktikai részről, a technikai részről pedig Váradi Attila vett részt és tevékenyen hoztuk létre ezt a honlapot. Ennek a honlapnak a használatára szeretnénk az edzőket megkérni, és akkor a későbbiekben korosztályos utánpótlás válogatottaknál már azt tapasztalnánk, hogy az innen a megyékből javasolt, illetve kikerült tehetséges játékosok egységes képzési szinten vannak, és nem lesznek különbségek a játékosok felkészültségében. Ferenczi Tamás elmondta, a kosárlabda utánpótlás edzők az elmúlt években a korábbinál jobb körülmények között dolgozhatnak. Reményei szerint a szakemberek nyitottak lesznek az újdonságokra. A TAO rendszernek köszönhetően most már az edzők anyagilag is meg vannak becsülve, tehát most már olyan gondokkal és problémákkal nem küzdenek, hogy esetleg másod, harmad, negyed vagy akár ötöd állás mellett kell nekik edzősködni, és éppen beesnek edzésről, vagy egyik edzésről rohanni kell egy másik edzésre a csapatok mellé. Tehát most már a mennyiség helyett inkább a minőségi munkára szeretnénk, hogy átkerülne a hangsúly. Én bízom benne, hogy sok fiatal edző van, itt a mi városunkban is, de akár országos szinten is. A fiatalabb edzőket is szeretnénk ugye az újdonságok felé terelni, és kérjük azt, hogy használják ezt a honlapot. De pozitív példaként említhetem Sallai Jóska tanárbácsit, aki a mai napig is minden egyes újításra vevő, és számtalanszor, amikor találkozunk, akkor ő mindig kérdezi, hogy esetleg van-e valami olyan újdonság, ahonnan szakmai tapasztalatot, ismeretanyagot tud szerezni. A megyében működő klubok közül a nyíregyházi kosársulinál, az NKK-nál, a Nyiksénél, a Kékcápáknál és Ibrányban vannak U14-es, U16-os és U18-os korosztályban versenyeztetett csapatok. A megyei első osztály tabellájának 3. helyén tölti a téli szünetet a nagyecseri futballcsapat. Az Ádámszky Róbert által irányított együttes 9 győzelem mellett 2-szer játszott döntetlent és 4-szer szenvedett vereséget az őszi szezonban. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legjobb 6 közékerülést tűzte ki célként a bajnokság előtt a nagyecseri futballcsapat. Ádámszky Róbert együttese 3 győzelemmel indította a szezont, a folytatásban azonban már bebecsúszott egy-egy döntetlen, illetve vereség is. Ettől függetlenül a zárófordulő előtt még az őszi elsőségre is volt esélye az Ecsednek, a Nyíggyulajtól elszenvedett hazai vereségnek köszönhetően azonban végül a tabella 3. helyén telel a csapat. A 9 győzelem mellett 2-szer x-elő és 4-szer vereséget szenvedő gárda a sűrű élmezőnyben 3 ponttal van lemaradva az éllovas Ibránytól, és 1 ponttal előzi meg az üldöző Tarpát, valamint Mándokot. Ha most elsők lennénk, akkor is maradna bennem hiányérzet rendesen, tehát ez így van most is, de ez hozzátéve először is azért büszke vagyok a srácokra, azért 3. hely az nem egy rossz helyezés. De mondom, mint minden évben, tehát hiányérzetem van, volt 2-3 olyan mérkőzés, amit hoznunk kellett volna, én úgy érzem, és akkor még nyugodtabbak lehetnénk egy kicsit. Utolsó előtti fordulóban otthon a Mándoktól azért beleszaladtunk egy csúfos vereségbe, azt átbeszéltük, tehát ilyen hibák azért előfordulnak itt amatőr szinten is, profi szinten is, tehát ez azért én úgy gondolom, ez egy nagy pofon volt hazai pályán, idegenben viszont egy nagy halászba aratott 3-0-ás, úgy gondolom megérdemel egy győzelem, egy őszi elsőnek az otthonában, tehát azért az valamit jelent. A nagyecsedre nem jellemző, hogy a téli időszakban nagy náluk a játékos mozgás, és ezúttal az őszi eredmények sem teszik indokoltá a jelentős vérfrissítést.
valószínűleg tartjuk a hagyományokat, tehát maximum egy-két ember, ha befut, én örülnék neki két ember vérfrissítésének, de ha egy jön, akkor is maximálisan elégedett leszek. Ugye a keretünk azért javarészt azért vannak helyek is, tehát azért kötve van a kezünk, meg az eredmény én úgy gondolom azért olyan, hogy nem feltétlenül igazolásokba kell gondolkodni. Az ecsedi játékosok a következő hetekben különböző teremtornákon lépnek majd pályára alkalmi csapatokban. Az új szezonra pedig január elején a Máté Szalkai teremtornán kezd el a felkészülést Ádámszky Róbert együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Befejeződött a Sipkai Barna Kereskedelmi Szakiskola energetikai felújítása. Az oktatási intézmény egy Európai Uniós pályázat eredményeként korszerűsödött számos más nyíregyházi intézménnyel együtt. Az energetikai fejlesztés során nyílászáró csere történt, és a radiátorokat is lecserélték. A több mint 240 millió forintos beruházás homlokzati és vízszigetelést, valamint projektarányos akadálymentesítést is tartalmazott. Az esős, csúszós időben sok a koccanásos baleset megyeszerte. Ennek legfőbb oka, hogy az autósok, bár tisztában vannak a közlekedési szabályokkal, nem az időjárási viszonyoknak megfelelően választják meg a sebességet és a követési távolságot. A figyelmetlenségből adódó gyalogos gázolások száma is magas ebben az időszakban. A szabolcsi földvár mellett az ugyancsak a településen található református templom és a Modrány kúria került be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. A tervek szerint a szabolcsi földvárhoz kapcsolódva jelentős turisztikai beruházások indulnak a községben hamarosan, illetve kezdeményezik a honfoglaláskori erődítmény történelmi emlékhelyé nyilvánítását is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 28-án, szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Csütörtök estig változó, többnyire alacsony nedvesség tartalmú. Továbbra is igen hideg levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Mind a minimum, mind a maximum hőmérséklet több fokkal elmarad az ilyenkor szokásostól. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában mínusz 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, néhol esetleg előfordulhat hószálingózás. A keleti szél időnként megélénkül. Délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő egy hét folyamán változékony időre van kilátás. Gyakran követik egymást a szárazabb, illetve nedvesebb léghullámok. Pénteken kicsi az esélye, a hétvégén és a jövő héten azonban többfelé várható csapadék. Eleinte kisebb havazás, havas eső, majd inkább szitálás, eső, helyenként ónos eső, fagyott eső is. A jövő héten enyhébbek lesznek az éjszakák, és erősödik a nappali felmelegedés.